Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. február 12-én hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Vakrandi a könyvekkel kihívás. Édes alkony színdarab. Valentin nap alkalmából újabb kihívást indított a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Vakrandi a könyvekkel címmel. A kihívás részleteiről Fóris Judit könyvtáros nyilatkozott. Vakrandi a könyvekkel elnevezéssel indult egy kezdeményezés itt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. Mi tudhatunk erről? Több könyvtárhoz csatlakozva mi is a romantikának kedvezünk. Próbálunk kedveskedni meglévő és leendő olvasóinknak. Számos könyvtár indított már ilyen kezdeményezést. Ehhez a fonalhoz csatlakozva, mi is romantika hetében egy kihívást, egy olvasás népszerűsítő kezdeményezést indítunk, amelyben az olvasóink vakrandizhatnak a könyvekkel. Mit jelent az, hogy vakrandi, hogyan kell ezt elképzelni a könyvekkel? Számos olvasónk szívesen olvas a romantika témakörében, sok könyvet kölcsönöznek, akár férfiak és nők is. Nagyon sokszor belefutunk abba, és tapasztaljuk a hétköznapok során, hogy adott könyvet nem feltétlen kölcsönöznek ki, nem szívesen vesznek le, vagy nem kerül a szemük figyelmük középpontjába az adott könyv, és így próbáltunk olyan szépirodalmi és szakirodalmi műveket is válogatni, amelyel mondjuk nem minden nap találkoznának, vagy nem futnának bele, viszont így, mivel vakrandi van ezen a héten, a becsomagolást követően nem tudhatják, hogy mit kölcsönöznek ki, csak otthon bonthatják ki, otthon szembesülnek a ténnyel, hogy milyen irodalmat vitték haza, így olyan dokumentumok és könyvek lekerülnek a polcra, amit egyébként lehet, hogy nem választanának, és így új olvasás élményt tapasztalhatnak meg az olvasóink. Ez egy egyfajta kezdeményezés és kihívás, hogy olyan dokumentumokat vagy könyveket olyan könyvekkel próbálkozzunk meg, amelyek nem biztos, hogy lekerülnének amúgy a polcról. Meddig tart ez a kezdeményezés? Egy napot keveseltünk magához a kezdeményezéshez, így maga az kiindulás az egy hét. Az egész hét a Romantika hegyeiben telik itt mezőtúron is, így mi is ehhez csatlakoztunk, és így egész héten kölcsönözhetnek a könyveket az olvasók a vakrandi hetében. Viszont nem csak vakrandizni lehet a könyvekkel, hanem aki nem ilyen bátor, hogy vakon válasszon, kedveskedünk egy olyan polccal, egy olyan kis elkülönített válogatással, amiben úgy tudnak válogatni, hogy látják, hogy mit kölcsönöznek ki. Ezeket a könyveket a friss újdonságokban próbáltunk a Valentin naphoz válogatni. Ha sikeresnek bizonyul a kezdeményezés, szeretnétek-e folytatni még a jövőben? Mindenképpen már indulás előtt nagy érdeklődés övezte ezt a felhívást, illetve kezdeményezést. Hagyományteremtő célzattal próbáljuk ezt, és már a jövő évi dolgokat tervezzük, hogy jövőre mit csinálunk máshogy, vagy mivel bővítjük magát a szolgáltatást, illetve a felhívást. Február 8-án ismét egy fergeteges komédiás színdarab került megrendezésre a Szabadság mozi és színház teremben, a Pódium Színház jóvoltából. A színdarabról a művészek nyilatkoztak televíziónknak. A mai napon, február 8-án Édes alkony címmel kerül megrendezésre egy fergeteges színdarab itt a Szabadság mozi és színház teremben. Mit tudhatunk az előadásról, milyen érzelmek fűzik hozzá? Hát minden előtt köszönöm a meghívást, és ez tulajdonképpen a 12. darabom, az Édes alkony. Ez igen-igen nagy sikerrel játszok az országba, Budapesten is játszottuk. És hát nagyon-nagyon a szívemhez nőtt, hát annál is inkább, mert ugye két idős emberről van szó, akik még várnak valamit az élettől, akik még szeretnének valamit az élettől, akik azt mondják, hogy az időskor, az, hogy valaki 70 éves vagy 60 éves, az nem érdekes. Az az érdekes, hogy mit érez, mennyinek érzi magát. És az az érdekes, hogy mit szeretne még az élettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amerre voltunk és játszottuk, mindenütt nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadtak. A darab úgy van felépítve, hogy vannak idősek benne, de vannak fiatalok is benne, akik ugye hát a jövő.
számomra annál is inkább izgalmasabb itt a mezőtúri fellépés, mert legnagyobb örömömre találkoztam egy volt diákommal, aki ott ül most a hangos stúdióba, a Frojó Imrével, aki nálam tanult még ilyen picike gyerek módon, és hát megtaláltuk egymást, és nagyon örültünk most egymásnak. Úgyhogy remélem, hogy a közönség élvezni fogja, és aztán jövünk máskor is, hogyha hívnak. Amit még elmondanék szívesen, és felhívnám a figyelmüket mezőtúriaknak, hogy most jelenik meg egy könyvem. Van egy oldalam, Harsány Gábor színművész oldala. Tehát van olyan Harsány Gábor színművész, de Harsány Gábor színművész oldala, és ebben van a Fecsegő kulisszák című rovatom, ami igen-igen nagy siker, és ebből írtam most egy könyvet. Ha érdekli önöket, akkor szeretettel várom önöket az oldalamra. Mit tudhatunk az ön szerepéről, mennyire tud azonosulni vele? Hát nagyon. Bizonyos szinten magamról írtam. Egy idős színész, aki hát bejárta már a világot, a színpadokat, gyakorlatilag a Budapest összes színházába volt, és aki nem számol le az életével, mert azt mondja, hogy van bennem még annyi erő, van bennem annyi ambíció, hogy még valami szépet, valami jót, esetleg valami maradandót csináljak. Mit tudhatunk az Édes Alkony című előadásról? Nekem ez az egyik kedvenc előadásom, imádok játszani Harsányi művész úrral, és ezt a darabot a Budapesti Pódium Színháznak, azaz nekünk írta. Nekem egy remek szerepem van benne. Nem nagyon akarok most nektek elárulni semmit előadás előtt, de egy orosz ápolónő vagyok, Kátya, aki mindent megtesz az ő aranyos művész uráért. És ezt a darabot Kőbányán, Kőbányai Kulturális Központban mutattuk be 7 évvel ezelőtt. Számtalan előadás van a hátunk mögött, imádjuk, és most eljuthattunk ide mezőtúra hozzátok, és bízunk abban, hogy a közönség nagyon-nagyon sokat fog mulatni, nevetni, és egy olyan gyönyörű szép mondani valót tartalmaz a darab, és bízom abban, hogy ezt a mély tartalmat is meg fogják benne. Nem is az, hogy érteni, mert kiváló és aranyos közönség van, hanem hogy igazából hová jut el az ember, amikor megöregszik, egy szanatóriumba, de nem mindegy, hogy ott hogy érezzük magunkat, és nem mindegy, hogy éljük meg. Ez a darab rámutat arra, hogy az öregkor az nem öregkor, hanem szépkor, és a szépkorban is megvan minden gyönyörű és szép, és én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó szórakozás előtt állunk mezőtúron, és bízom abban, hogy még jöhetünk, és hát fergeteges lesz a darab, ígérem. Mennyire tud azonosulni a szereppel? Én azt gondolom, hogy nekem Gáborral fantasztikus játszanom, de ugyanúgy a többiekkel is, és tudok, tehát, hogy nekem is ugyan már nem élnek a szüleim, de az idős korú embereket nagyon-nagyon kell tisztelni, azon kívül nyilván a meglévő humorral kell kezelni minden apróságot, esetleg kis esendőséget, de nagyon-nagyon jó érzés, hogy ebben a szerepben én a csupa szeretetet tudok Szepi bácsi felé mutatni, és csodálatos kis dalokkal, és olyan karaktert formálhatok meg, ami gyakorlatilag nagyon színes. Tehát a szomorútól elkezdve, és ő, ez a karakter, ő világéletében színésznő akart lenni. Csak hát nem tudott kiteljesedni színészi karrierben, ezért egy ápolónő lett. Viszont az ápolónőségben minden olyat beletett, amit a színészetbe, és a lehető legnagyobb szeretettel fordul az ott lakók felé. És az Édes Alkony az tényleg egy olyan szanatórium, ahol mindenki kacag, és közben pedig sír is, de a sírás az nem a nagyon mély szomorú sírás, hanem a boldog önfelett sírás. Milyen vízhangja van ennek az előadásnak, mennyire élvezik a nézők? A nézők imádják, nézők nagyon szeretik, imádnak tapsolni, imádnak nevetni, elcsendesednek és elgondolkoznak azon a részeken, ahol esetleg vagy valamelyik rokonuk már gondozóházban van, vagy esetleg a családon belül, vagy valami olyan helyzetben látják ezeket a figurákat, ezeket a szereplőket, hogy hát igen, tükröt is tud mutatni egyébként az embereknek ez a darab, hogy figyeljünk oda egymásra. Nagyon szeretünk mezőtúra jönni, nagy boldogság itt a moziban fellépni, hiszen nekünk az a
az a csodálatos érzés, hogy mi mindig hozhatjuk a színházat, és bízom abban, hogy ez továbbra is így lesz, hogy jöhetünk egy évben egyszer, kétszer, de a Budapesti Pódium Színház örömet tud csalni a mezőtúri színházkedvelő közönség számára. Mit tudhatunk az ön szerepéről, mennyire tud azonosulni vele? Ez nagyon jó kérdés. Örülök, hogy megkérdezte. Ez egy fantasztikus végjáték. Gábornak az írománya, élmény játszani, hosszú évek óta van már a Pódium Színház műsorán, és ez a szerep, amit játszom, szerintem ez egy álomszerep, mert óriásit lehet benne lubickolni. Csodálatos játék lehetőséget ad. Igazából Gáborral rengeteg fantasztikus jelenetem van, ami külön élmény számomra. Egyrészt nagyon jóba vagyunk, nagyon jó barátok is vagyunk, és hogy együtt mókázni, az minden este egy külön ajándék. Nemrég ugyanitt ebben a színházteremben találkoztunk egy másik előadás kapcsán. Mennyire nehéz egy-egy szerepet eljátszani, ugye ugyanabban az időben, úgy, hogy ne keveredjenek össze a szövegek. Igen, sokan kérdezik ezt, hogy a színésznek hú, de nehéz annyi szöveget megtanulni. A szövegtanulás gyakorlatilag azt mindenki meg tudja tanulni végül is. Itt nem is a szövegtanulás a lényeg, hanem hogy ezt a szerepeket magunkévá tegyük, és olyan legyen, minthogyha ezt tényleg mi éljük meg, és megváltozik a jellemünk. Kislányomtól kaptam a legjobb kritikát múltkor, valamelyik előadásnál nézte, és akkor kérdezték tőle, hogy tetszett apa, és mondták, hogy apa nagyon jó volt, de ez nem apa volt. Mert apa nem ilyen. Hát hála Istennek, hogy nem ilyen apa, mint amilyen néha a színpadon. De ez ilyen szempontból igen, tehát mássá válik az ember, és szerintem ez a színészetben a legszebb, hogy kiélhetjük azt a ezer arca van az embernek, vagy ezer énje, vagy olyan helyzetbe kerülhetünk, ami lehet, hogy az életbe soha nem kerülnénk, de itt viszont lehetőség van a színpadon, tényleg akár egy időutazásra, mondjuk ami 100 évvel ezelőtt játszódik, és tényleg abba a korba vagyunk, és oda képzeljük magunkat, vagy jelen esetben, mint két Kossuth Díjas színész, aki elmenekül otthonról, és a szanatóriumba próbálja megtalálni a boldogságot, a szerelmet. Úgyhogy egy izgalmas játék. Hány szerepe van önnek most jelenleg? Rengeteg. De nagyon, nagyon nehéz megszámolni. Több mint 20 darabban játszom 3 színházban. És estéről estére vannak előadásaim, mindig más, vagy amikor egymás után nyilván ugyanaz megy, de egy óriási élmény, remek kollégák vesznek körül, szeretek utazni, mert ugye utazó színházakról beszélünk, úgyhogy így dupla élmény, nem csak a játék, hanem az utazás is megadatik. Néha elkísér a kislányom is, akkor az még inkább fontos szempont, de a legjobb dolog. Csodásan érzem magam, remekül itt a Pódium Színházban. Van-e olyan szerep, ha lehet így mondani, hogy kedvenc szerep? Ez megint egy jó kérdés, mert minden este, amit épp játszom, akkor az a kedvencem. Tehát minden szerepben megvan az a jelenet, ami gyakorlatilag a szerepnek a csúcspontja. És most a végjátékokról beszélek, akkor nyilván mindegyiknek más jellegű a humora, de van olyan csúcspont, ahol gyakorlatilag az előadásnak is, meg a szerepnek is az a katarzis része, ahol aztán a nézőt már olyan szinten bekebeleztük, hogy az a, hát rossz szó, de tényleg az a visítás, ami árad a nézőtérről, az egy lelket melengető pillanat. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!